Köszönjük szépen! Nem volt könnyű átvenni a telipakolt kartondobozokat. A Szekszárdon működő három idős otthon lakóinak a város önkormányzata és a Magyar Rákellenes Liga közösen együtt szerzett be immunerősítő béres cseppet és több ezer darab C-vitamin tablettát. A Magyar Rákellenes Liga szekszárdi szervezete is hozzá kíván járulni ez a szörnyű járványnak az enyhítésére, és mind ahogy tudjuk, hogy a idősek, a hajlott korúaknak az immunrendszere már egy picit nem annyira erős. Ezért szereztek be az önkormányzattal közösen 120 üveg immunerősítőt. Ács Rezsi, a város polgármestere, múlt héten már járt az idős otthonokban. Akkor azt mondta, megnyugtató volt látni, hogy az ott dolgozók mindent megtesznek a bentlakók egészségéért. De a mostani járványhelyzetben a városnak kötelessége minden lehetséges módon védekezni a vírus elszabadulása ellen a legveszélyeztetettebbek körében. Szeretnénk, hogyha az itt dolgozók, illetve az itt lakók immunrendszerének a megerősítésében is tudnánk segítkezni, hiszen ez egyik legfontosabb, hogy jó, felkészült erős immunrendszerrel érjen el bennünket a vírus, mert el fog érni, illúziónk ne legyen. A város polgármestere azt mondja, az idős otthonok védelme most különösen fontos. Ezeknek az intézményeknek ezért néhány nap múlva újabb tárgyi segítséget nyújt a szekszárdi önkormányzat. Nem állunk meg természetesen. A következő napokban szeretnénk tovább erősíteni ezt a fajta higiénés rendszert, ami a múlt héten ugye megerősítés kapott, hogy jól működik. Ez pedig egyszerű egy ilyen kis zsebbe oltható házi fertőtlenítővel szeretnénk mindenkit ellátni annak érdekében, hogy ezzel is segítsük azt, hogy a folyamatos fertőtlenítés meglegyen, és ezzel is lecsökkentjük, akadályozzuk a vírus, illetve a járvány továbbterjedésének a lehetőségét. A három szekszárdi idős otthonban most összesen 110 fő lakik.